Egy mini sorozatot fogunk venni, ami hát az én egyik személyes kedvencem, vagy kedvenc paripám, ugyanis egy hát HBO által készített Monstre 700 perces kibővített Ryan közlegénről van szó, ez az elitalakulat, ami hát előre kell vetítenem gyorsan, hogy ez egy nagyon-nagyon férfi film. Tehát tulajdonképpen nő, szoknya, harisnya, hát utalásképpen, talán az egyik részben látszanak női lábak messziről, meg a bombázókra talán föl van festve, vagy hát ezekre a repülőkre, amivel viszik őket, de ez alapvetően férfiakról szól, és arról, hogy a férfiaknak mennyire-mennyire kemény élete van a háborúban, és hogy ők milyen hihetetlen nagy hősök. Hát ez a cím is, az amerikai eredeti cím, ez a Band of Brothers, ezt nehéz lefordítani Shakespeare nélkül. Ugye 5. Henrik beszéde az Azincourt-i csatában mondja, hogy hát ti vagytok ez a testvérek szövetsége, vagy mi a csoda, akik hát együtt harcoltok, együtt éltek, együtt alszotok, és hát ilyen nagyon, tehát ilyen már-már homokosságot feltételező barátság szövődik köztetek. A elit alakulat nem ezért nagyon érdekes, hanem azért, mert hát egy ilyen Ryan közlegényhez méltó valóságsó, háborús valóságsó. Szó jó és rossz értelmét egyaránt értve. Inkább rossz értelmét sajnos, mert ugye itt arról volt, szóval a Spielberg meg a Tom Hanks begőzölt, és hát ha már megvan így a díszlet, meg megvannak azok a tankok, amit akkor hegesztettek, akkor csináljuk meg belőle a, hát most így nehéz lefordítani magyar nyelvre, de K.B. János Vitéznek a amerikai verzióját, ugyanis ez a csapat, a Band of Brothers, tehát ez a kis elit alakulat, ez körülbelül hasonló népszerűségnek örvend Amerikában, mint nálunk Toldi Miklós és Kukoricz János együtt. Tehát ez a 126 ember, aki a E-Company vagy E-Company a 101-es légiszállítású hadosztálynál, ez hát ilyen konkrét hősökként vannak tartva. Tehát minden egyes öreg ember, aki ebben a filmben szerepel, az így majdnem a név szerint ismert, a West Point-i Akadémiának legalább egy szárnyát elnevezték róla, és hát egy ilyen nemzeti mitológiát dolgoznak fel ebben a filmben. Ezt mi magyarok nem tudjuk egyébként, mert ez így kimarad, de a pátosz azért átjön. Nincs is fogalmatok arról, hogy ez a minisorozat, ez milyen mértékben a legnagyobb költségvetésű, a legnézettebb és a legnépszerűbb minisorozat valaha. Hát gondolom leállították a forgatást, hogyha egyetlen nem korhű fogpiszkáló előkerült valahol, tehát annyira profi meg van csinálva olyan minden. Olyan mennyiségű pénz van benne, hogy az valami elképesztő. A gyakorlatilag annyiból készítették el, mintha ez egy mozifilm lenne, csak egy sorozat, tehát egy 500 perces mozifilmnek a 100%-os igényességével és költségvetésével. 780, igen. Perces. Hogy 780 igen, perces? Igen, jól emlékszem. A népszerűségét, hát az minősíti, hogy 9.6-os az IMDb. Nem, 9.6, én azért mondom, hogy 500 perces, mert 10 epizódból áll, és 50 perces. Igen, túlszámoltam. De a számok itt egyébként azok meg tudnak szaladni, tehát 81 ezer szavazattal, aminek a közelébe sem jön senki, a 20 ezeres határt is egyetlen egy sorozat lépte. Hát nézd, aki meg tudja különböztetni egy második világháborús német puskát egy amerikai puskától, az nagyon szereti ezt a sorozatot. És ők egy szubkultúra, aminek én is tagja vagyok. Mivel, hogy technomániákus, hiszen imádja a fegyvereket, imádja mindenféle műszaki cuccokat, imád szavazni is az interneten ennek megfelelően, és ezt meg is teszik sokan. Egy üzletben voltunk, és az üzletben egy fickó szólt, hogy el kell mennünk katonának. Micsoda? Mit beszélsz? Erre azt válaszolta, hogy az Egyesült Államok hadat üzent Japánnak. Nem hittünk a fülünknek. Hát megtámadták a hazánkat. Az más volt, nem olyan, mint Korea vagy Vietnám. Akkor minket támadtak meg. És úgy éreztük, hogy lehet, hogy mi csak buta vidékiek vagyunk, mármint ott, ahol éltem. De nagyon sokan jelentkeztünk önkéntesnek. Ki jelentkezik a harckocsizókhoz? Ki jelentkezik a légierőhöz? Ki jelentkezik a haditengerészethez? Meg mit tudom én még hova? És akkor megkérdezték, hogy ki jelentkezik az ejtőernyős alakulathoz? Mi a fene az az ejtőernyős alakulat? Ilyenről még nem is hallottunk. Én egy vidéki kisvárosban éltem, és abban a városban három fiatal srác is öngyilkosságot követett el, mert alkalmatlanok voltak. Más idők jártak. Megtettem bizonyos dolgokat, nem kitüntetésért, nem jutalomért, hanem mert azt kellett tenni.
Volna kedvük repülőből kiugrani, teljes felszereléssel repülőből kiugrani, hogy harcoljanak az ellenséggel. Erre azt mondtuk, hogy ne marháskodjanak. Senki se jelentkezett. Aztán már nem is emlékszem pontosan, hogy volt, de a fickó, aki beszélt, azt mondta, havonta $50 többet kapnak, vagyis összesen $100. Nos, a pofám leszakadt, kedves hallgatók. Hogy van ez? Hogyha azt hallottam, hogy három ember öngyilkos lett, mert kiszórták őket, mert nem voltak alkalmasak arra, hogy bevonuljanak, és Európában harcoljanak. Tehát nem vagy a japánok ellen. Vagy a távol-keleten. Nem engedték őket háborúzni, és ezért ők öngyilkosok lettek. És most a Spielberg meg a Tom Hanks erre veri. Tehát ez egy eszmény. Tehát, hogy ezt állítják elénk, ezt fetisizálják, ezt a fanatizmus. Ez egy fetisizáló felvilágosult, felvilágosult emberek, civilizált emberek. Ez a más téma idők voltak, és ezek voltak a hősies idők, ezek voltak a daliás pontosan. Idők. Pontosan. Ez a film erről szól, egy ilyen nagy emlékmű annak, hogy milyen daliás idők voltak akkor. Nem volt még atombomba, hogy messziről leradírozzák az ellenséget. Meg nem voltak a mocsadék hippik. Igen, mindent össze-vissza drogoznak, meg dugnak egymás hegyén hátán, ahelyett, hogy tudnák, hogy mi a kötelességük, és odaállnának a csatasorba, hogy kell. Igen, és igazi emberek lennének, és az igazi ember minden arcát megmutatja ez a film. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy ezek ilyen mintakatonák, akármilyen, akár morális, vagy akár az ellenség golyó okozta válságba kerülnek, abból ki fognak kerülni. Na most egy másik érdekessége a filmnek, hogy mint jó fegyverpornó, az első részben nem is lőnek, sőt, az utolsóban sem nagyon, azt hiszem abban sem lőnek, mert hogy nagyon-nagyon nagy fölvezetés van, hogy tudjuk, hogy ez egy fantasztikusan izgalmas és érdekes háborús film lesz, ahol, tehát úgy kilövik a tankokat, hogy ihaj, tehát azt olyat még kevesen láttak. Ez mind nagyon szép, csak közben hihetetlen könnyen gicsbe tud fordulni. Rettenetes könnyen. És a elit alakulat mindig átlépi a gics határát. Tehát vannak olyan filmek, például a Szovjet Jöjj és Lásd, aminek sikerül nem átlépni, cserébe nem annyira reális. Van olyan film, ami teljesen átbukik rajta, mint a Ryan közlegén, és az elit alakulat. Igen. És van olyan film is, amelyik a háborút, a háború intézményét csupán használja, hogy valami fontosat, valami globálisabbat, valami összefüggőbbet mondjon el annál, és azok nem is akarnak igazán reálisak lenni, és szerintem például ilyen a Tizedes meg a többiek, igen, szerintem például ilyen a Kelly hősei, nekem ezek a kedvenc, igen, háborús, igen, filmjeim. Igen. Na de... Hát ettől sorozattól nem ezt kell válni. ez nagyon távol. Ha vicc van is benne, azon nem nagyon mosolygunk. Igen. Ebben a filmben két dolog tud veled történni. Az egyik az, hogy könnyeket hullajtasz a csodálatos hősök, csodálatos emberek, csodálatos barátok, csodálatos bajtársak, igen, ők ott állnak egymás mellett, és igen, ők számíthatnak egymásra. Tehát részben igazuk is van, mert ugye ezek tényleg csodálatos emberek voltak, akik megmenekítették a világot a náci veszedelemtől. Ezt mind elismerem, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik. Egy pillanat, hogy még mielőtt elismernéd. Igen. Én nem ismerem el. A háború nem a nyugati fronton dőlt el. Tehát ez, amiről ez a sorozat szól, a második világháborúnak a nyugati frontja az egy operett háború volt. Ez a háború, az Egyesült Államok akkor szállt be ebbe a háborúba, beleértve Nagy-Britanniát, akkor kezdték meg a szárazföldi hadműveleteket, amikor a háború már eldőlt, amikor már nem az volt a kérdés, hogy Hitler megnyeri a háborút, vagy elveszti, hanem hogy egész Európa a komcsiké lesz. Párizs vörös lesz-e, vagy sem. Igen, ezek voltak, igen, a kérdések, és ezért zajlott a háború. Ezek a nézőpontok valahogy érdekes módon kimaradnak ebből a nagy, hősies, dagályos, patetikus tablóképből, amelyet itt a Spielberg mellett a Tom Hanks szerint áll. Ezzel jó, hogy ezt a szót használtad. Pontosan az a baj, hogy olyan, mint azok a kis diorámák, amiket ezek a makett építők, mint például én magam, csinálnak, ahol hát ilyen tank, meg megy a ágyú, meg ilyesmi. Mert ezek a diorámák általában nagyon izgalmas és szép részeit ábrázolják a háborúnak, amiről érdemes filmet csinálni, nem a várakozás. Tehát nagyon kevés olyan dioráma van, ahol unatkozó katonák vannak, vagy éppen a bokorban szorú katonák, vagy esetleg lemészárolt civil áldozatok, hontalan németek például, akiket kibombáztak a házaikból, lemészárolt koncentrációs táborba került zsidók, vagy éhező leningrádi oroszok. Ilyen diorámák nincsenek. Olyan diorámák vannak, amikor a tank éppen tör előre, vagy amikor a zászlót éppen beletűzik az Iwo Jima-i hegybe. Tehát, hogy ami így a kedves, szexi része a háborúnak, amiért érdemes egy férfinak oda menni, és mérhetetlenül sok medált szereznie, hogy utána, mint a ilyen szovjet generálisoknak leszakadjon a mellkasa a büszkeségtől. Én meg azt gondolom, hogy a háború is csak a képernyőnek erről az oldaláról nézve, vagy a kamerának erről az oldaláról nézve hősies, meg dagályos, meg grandiózus. Valójában, és vannak nagyszerű filmek, amik a háborúról szólnak, és ezt mesélik el, nyomorúságos, és rettenetes, és iszonyatos, és
elviselhetetlen. De és miért támadunk ilyen nagyon a Spielbergre ezzel a filmmel kapcsolatban? Én elsősorban azért, mert ő csinál egy nagyon aljas trükköt, miközben forgatja ezeket a filmeket. Az elsősorban a Ryan közlegényben volt tapasztalatod, de mert örököse ez a sorozat is, ezért itt is meg kell említeni. Ez pedig az, amikor ugye közel csapódik be egy bomba, és akkor így megsüketül az illető. Ugyanis ő azt csinálja, hogy úgy tesz, mintha a kamera is benne volna a háborúban. Tehát más rendező, az megy utána a kamera, tehát ilyen régi tradicionális 60-as, 70-es évekbeli filmek, mint amilyen a Halál 50 órája, vagy a leghosszabb nap. Fölről mutatja a kamera, hogy a kis bábuk, mint a saktáblán, hogyan rohannak. Igen, nem ez történik. Spielberg meg úgy rángatja a kamerát, mintha mosszálna partra a kamerával az operatőr. Pontosan, sőt, az operatőr életveszélyben lenne, mert bármikor eltalálhatják a németek. Ezt onnét veszi ő, mert ugye megnézte a szarajevói haditudósításokat, ahol már hordozható kamerák voltak, tehát nem kellett közvetítő kocsi mögé. Ahol viszont először volt a effektív lőttek a kameramenre. Igen. És fogta, és akkor ezt így betette a filmbe. Most ebben például nincs olyan, a Ryan közlegényben van, hogy a semmit mutatja a kamera, tehát a földet, ahol lebukott a katona, mert hogy ezt tanulta, hogy ez a igazi háború. Itt csak így a hangokkal játszik, meg rázza a kamerát nagy erővel. Meggyőző, tehát bélkiomlás, vér, félelem, halál, rendesen van, az igazi csata ilyen, de közben meg nem ilyen. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató, én inkább az Etil alakulathoz csatlakoznék, hippi vagyok, ez van, ez a sorozat ostoba, propaganda, kicsit 300 utánérzés. Hát igen, csak a sorrend az kicsit más volt, a 300 ugyanarról a tőről fakad, mint a elit alakulat, ez a háború esztétizálásra így hívják. Igen, igen, és hát igen. A esztétizálás az nem egy előnyös dolog, maradjunk annyiban, hogy... A belek kiomlásának az esztétikuma felett próbálunk élvezkedni. Pontosan volt egy német zsidó, egy bizonyos Walter Benjamin, mindegy, hogy most mit csinált, nem menjünk bele, aki azt mondta, hogy aki esztétizálja a háborút, az kettős pont a fasiszta. Tehát itt maga Spielberg, a zsidó néplileg hős megmentője a Schindler listájával kerül abba a dobozba, hogy ő akkor a fasiszta. Mert hogy csinál a fasisztáknak remek filmeket. Például az Elit alakulatot, ami minden nyálassága mellett képes fasiszta filmé válni éppen. Ja. Megoszlanak a vélemények, biztos vannak közületek olyanok, akik szeretik ezt a sorozatot, ezt a hosszúra nyúlt filmet, ezt a 10 filmnyi filmet. Igen, és hát az HBO ezért száll bele, mert hogy nem tudna leforgatni egy éjszakára ezt a filmet. Tehát képtelen volna belesűríteni, tényleg olyan volna, mint egy előjáték nélkül pornó, csak lőnek. És tehát azért rájöttek, hogy azért nem jó. Tényleg öncélú, tehát ez itt tényleg öncélú, nincs mögötte állítás, nincs a harci cselekmények mögött ideológia. És bizonyos szempontból örülünk neki, mert a Ryan közlegény megmentésében volt mégpedig egy nagyon-nagyon hazug ideológia. Itt legalább olyan dolgokért zajlik a harc, amelyek egy háborúból következnek. El kell foglalni azt a hidat, vagy azt adott várost. Ezekről szól a háború. Tehát nem arról, hogy a szerencsétlen özvegyasszonynak, vagy a szerencsétlen anyukának az egyszem gyerekét hazavigyük. Tehát legalább ennyi, azért van. Itt van egy 9. rész, aminek az a címe, hogy miért harcolunk, Why We Fight. És hát, ha van kínos jelenete ennek a film folyamnak, tehát ha valaki igazán szereti a filmet, akkor a 9. CD-t az kidobta, vagy nem is tudom, meg sem is tette. Mert ott ugye felszólítottak egy koncentrációs tábort ezek a katonák, ami nem teljesen úgy volt, tehát nem ott szólították föl, nem úgy, nem azok voltak benne, de itt nagyon meg van csinálva. Tehát tele van egyébként ilyen részekkel, hogy csokit adnak a gyereknek. De nyilvánvaló, hogy Spielberg ebből presztízs kérdést csinál. Igen, pont ugyanolyan, olyan, mint amikor a szovjet katonák kenyeret adtak a mi iskolai könyveink szerint, ami aztán később meg lett kérdőjelezve. Minden esetre hát egy nagyon-nagyon érzelmes felszólítás jelenet van, aminek hát szóval nagyon-nagyon kínos. Ennél már csak az kínosabb, már mondjuk ott már kicsit, mintha fölvillanna az ész, hogy hát a nagy dumát, ugye minden amerikai filmben van a nagy duma, a nagy beszéd, amit elmond a szuperember, hát azt nem ők mondják el, hanem konkrétan a németek. Tehát egy német tábornok németül elmondja azt a beszédet, amit egyébként egy jiddisül tudó zsidó katona lefordít a főszereplőnek, és pontosan az a összefoglaló beszéd, ami amúgy áll az egész sorozatra, tehát hogy mennyire bajtársiasak vagyunk, és ugye tűzön-vízen együtt mentünk át. És tehát mindenki megnyugszik, hogy ez a szuperárja tényleg egyébként az a színész, aki valószínűleg minden német filmet megjárt, tehát minden ilyen SSS filmet megjárt, az egy fantasztikusan előadja ott magát. Tehát annyira színészi, hogy egyszerűen tényleg a szirup már mindent elönt. Az egész európai előretörést leállították, hogy erre a hadműveletre összpontosítsák az erőket. Ez Montgomery saját terve, brit parancsnokság alatt.
Az benne a jó, hogyha sikerül, a tankok betörnek Németországba. Lezárhatják a háborút, és karácsonyra otthon lehetünk. Szép lenne. Nappali ugrás. A hírszerzés nem számít komoly ellenállásra. A Hollandiába helyezett fritzek jórészt gyerekek és öregek. Meg fogjuk lepni őket. Angliának búcsút mondhatnak. Nem hinném, hogy lefújják az akciót. Mit csinálsz? Kábot figyeld. Nézzetek és tanuljatok. Ha élni akarsz, ugorj harcra készen. Figyelj, fokszázat! Második szakasz! Sorakozó! Ha élni akarsz, ugorj harcra készen. Körülbelül ilyenek az állításai ennek a filmnek. Tehát körülbelül ilyen mélyen ágyazódik be a kicsiny lelketekbe a film állítása, vagy a filmnek az ideológiája, a filmnek a közlése. Ez a film semmi többet nem akar elmondani, mint hogy csodálatos testvériség és milyen kemény, kegyetlen harcát. Lássuk azt, hogy nyugaton az Amerikai Egyesült Államok, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy a szövetségesek 10-szeres túlerőben voltak a németekkel szemben, ami azt jelenti, hogy 10-szer annyi hadi anyag, 10-szer annyi katona, 10-szer akkora ellátmány, 10-szer annyi pénz mindenre, minden 10-szer annyi volt. Egy német katonára 10 amerikai katona jutott. És akkor megkapjuk a pofánkba ezt a már-már a történelem hamisítás határán billegő tablót. Ők nagyon büszkék erre, amit ott tettek, és hát a Szerintem a keleti front, a távol-keleti front, ő nekik szinte mindegyiküknek fontosabb és jelentősebb. Az ő igazi ellenség a második világháborúban Japán volt, nem Németország. Hát, csak Spielbergnek az ő zsidó érintettsége folytán ez az európai front, ez sokkal fontosabb, sokkal lényegesebb. Ő ezért nyúlt ehhez a témához. Nem úgy, mint Clint Eastwood, aki a távol-keleti témát Spielberg is megcsinálta most ennek a The Pacific, azt hiszem a Csendes óceán az elit alakulat, ez lett a magyar címe, most egy éve mutatták be. És hát szóval azt még az elit alakulat fanatikus rajongói is azt mondták, hogy úristen, ezt ne. Tehát ez iszonyú. A Spielbergről egyébként elmondható, hogy ahol őnek érzelmi érintettsége van, ott mi ahhoz a témához mindig jól tud hozzányúlni, ott mindig valami erőset tud előrántani, és ahol meg nem, ahol meg a kasszacsörgését, vagy tudod, ahogyan a Dagobert bácsinak a szemében a dollárjelek forognak, olyankor meg mindig valami szemét szalad ki a keze alól. Hát ez általában megfigyelhető. Az én számomra a háborús filmek etalonja továbbra is a szakasz. Tehát ettől a filmtől, vagy ettől a sorozattól ilyesmit egyáltalán nem lehet várni. Ez tényleg a fegyverpornó kedvelőinek való. Igen. Tehát olyanoknak, akik arra élveznek, hogyha a tigris tank az tényleg olyan, mint a tigris tank. Majdnem olyan mondani, egyébként, ezt hozzá kell tenni. Na jó, te pont ilyen vagy. Legalább reflektálsz magadra, igen, igaz? Átveszem a parancsnokságot. Dibdon törzsömester is! Helyzet! Uram, a század többsége itt van szétszóródva. Az első szakasz megkísérelt egy átkarolást, de szétszóródtak. Egy orvlövész tizedeli őket. Azt hiszem, a lyukas tetejű épületből. Rendben. Akna tüzet az épületre, amíg ki nem lövik. Amint leszették, az első szakasz azonnal hatoljon be. Mindenki más? Igen, uram. Utánam. Hál' Istennek. Harmadik szakasz utánam! Harmadik szakasz, nyomás! Nyomás, nyomás! Második szakasz, mindenki kövesse a század parancsnokot! Eli őrmester! Megvan, őrmester! Rendben! Első szakasz, indulás! Indulás! Figyelem, utána szakasz! Indulás! Álljanak már fel! Gyerünk! Mozgás! Gyerünk! Mozgás! Rajta a nyomás! A very unusual. Ez nem mindennapi érzés, nem mindennapi történet, és nem mindennapi kötelék. Tudtuk, hogy számíthatunk egymásra. Nagyon szoros kötelék fűzött egymáshoz bennünket. Bátrak voltunk, hihetetlenül bátrak. Akiket én a leginkább csodálok, az Bill Garner és Joe Toy. Mert ők nagyon, nagyon különleges emberek voltak. A nagy háborúban egy apró kis pont voltam, nem több. Büszke vagyok rá, hogy a részese lehettem. Néha, amikor visszagondolok rá, elsírom magam. Az igazi hősök azok, akik még mindig ott vannak eltemetve, vagy akiket koporsóban hoztak haza. A háború befejezésekor úgy éreztük, miénk a világ. Aztán, amikor hazajöttünk, ez a magabiztosság jó részt elveszett. Én legalábbis elvesztettem. Reméltük, hogy életben maradunk. Ennyi az egész.
Amikor 5. Henry szózatot intézett az embereihez, azt mondta, mi rólunk a mai naptól fogva a világ végezetéig úgy emlékeznek meg, mint a szerencsés kevesek, a testvérek csapata. Mert az, aki ma a vérét ontja az oldalamon, az örökre a testvérem lesz. Emlékszel a levélre? Amit a nagyapám írt nekem, igen? Emlékszel, mivel fejeződött be? Nagy szeretettel őrzök az emlékezetemben egy kérdést, amit az unokám tett fel nekem. Azt kérdezte, nagypapa, te hős voltál a háborúban? Nagypapa azt mondta, nem. De hősök közt szolgáltam. Ez azt jelenti, hogy azok a hősök, akik meghalnak. És akik életben maradnak, azok meg hősök közt szolgáltak. Hát álszent, mint akárhogy is nézzük. Mindenképpen. Tudnotok kell, kedves hallgatók, hogy csak Leningrád ostrománál. Mai Szentpétervár, igen. Igen. Több orosz katona halt meg, mint ahány nyugati szövetséges, vagyis brit és amerikai katona együttvéve az egész második világháború alatt. Szóval nem kéne ebből a nyugati frontból egy ilyen Mission Impossible-t kreálni, amit ezek a csodálatos hősök megvívtak. Tehát, hogy mondjam, itt a sehol a második világháborúban nem volt olyan jó a túlélésnek az esélye, mint az amerikaiak részéről, és pont az európai fronton, és pont Normandia után. De ott is kb. A partraszállás volt az egyetlen ilyen valamennyire rázós küldetés, és onnantól kezdve meg már, mint a kés a vajon, azt lehet mondani. Kezdem érezni, hogy a Batman hívei után most a háború hívők is ráz fognak vadászni. Mindenki, everybody, 0629 986 98 az SMS.